Sziasztok! A mai videóban egy olyan dolgot fogunk csinálni, ami még sose volt a csatornán, és ez egy ilyen kaja tesztelős videó lesz. Ez egy munchpack doboz, a linkeket majd, hogyha gondoljátok, az infoboxba lerakom. Erről a munchpackről én először Csiki Temnél hallottam, ő egy ausztráliai lány, és ő csinál ilyen kaja tesztelős videókat, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy gondoltam, hogy én is rendelek egyet, és most Janival és apuval fogjuk ezeket megkóstolni. Ilyen sütik, meg chipsek, meg ilyesmik az egész világról. Úgyhogy kezdjük! Nom 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 nom. Annyira íz ki? És sütjük ki hárman. Fiat, nem kell olyan. Nem tépem. Zaskó van benne. Na nézzük. És egy aláírt üdvözlőkártya. Sam csinálta ezt a munchpacket. Ő, Sam. Köszi, Sam. Sam rakta össze nekünk. Csak így izé, hogy ne lássuk a többit. Ez zacskós ketchup. Igen. Ez az első. Biztosan nem. Egy... Chips. Chips, ketchupos, igen. Ízesítésű krumpli. Homestyle potato chips. Igen, ez egy chips. Ja, és nézzük meg, honnan van. Kanada. Kanadai chips. Láttam volna ketchupos ízesítést. Én egyébként nem szeretem a ketchupos chipset. Ki hogy vagytok vele? Én imádom. Én csak a sósat szeretem. Tényleg. Háromra? Visszaszámolsz? Milyen jó burgonya illata van. Engem olyan íze van, mint amit az amerikai autófesztiválon ettünk. De szeretem a ketchupos chipset. Kicsit savanykás. Ilyen finomat nem ettem még. Olyan kicsit paradicsom íze van, mert kicsit savanykás. Ez nagyon jó, ups. Ez nagyon király. Ez finom. Csinálhatjuk a következőt? Pling! Six thumbs up. Igen. Jó, legyen is kettő. Ja. Következő egy lint csoki. Ilyen kis hópiék van. Ez nálunk is van talán, nem? Igen, lint. Van. És ez Svájcból származik. Hát igen, a lint az. Na nézzük. Hát onnan van. Egyébként egy ilyen... Tejcsoki és fehér csoki. Trüffel! Hát ebbe kettő van. Akkor te nem kapsz. Vágjuk el. Kifelezzünk el. Ez nagyon szép. Sikerült. Akkor ti... Ja, jó. Ez biztosan finom, de azért... 1, 2, 3... Finom. Nagyon jó, teljes ízű, és igazi tejcsoki, mindenféle ilyen mellékíz nélkül az a tényleg finom, igényes csoki. Limitált kiadású. 10/10. Hát ez elfogyott. a következő... Az gyanítom Mexikóból. Mexicanos. Mexicanos. Super León. Churritos. Kukorica pálcikák. De ez nem Doritos. Churritos. És van hozzá valami szószunk. Szóval gyanítom, ez Mexikóból van. De azért nézzük meg. Szerintem tuti Mexikó. Ebben van valami szósz. Egy kicsit hasonlít egy ropihoz, csak vastagabb és kukorica, tehát semmi köze hozzá. Hol van hozzá szószunk? Itt egy tál. Igen, csípős szósz. Hot sauce. Salsa! Salsa picante. Hot sauce. Van kitéplője? Oh yeah, vágd el. Piros paradicsom szósznak néz ki. Hot salsa, igen. Illata? Semmilyen. Tényleg. Semmilyen. Pácikát? Olyan... Kanyar pácika. Hát olyan... Éled a kanyarpácikám, a cserek egyenes veled. Ilyen kekszes illata van. Először magába. Ja, én egyből belemártottam a szószba, hogy belemártam. Ajjajjajjajjaj, intenzív illata, nagyon tényleg. A szósz, úgyhogy... Háromra? Egy, három. Kettő. Én nem bírom az erőset. Az rohadt jó. Hát... Nem erős a szósz, de... Nekem ez a kukoricapácika, ez nem ízlik. Pikáns íze van a szósznak, tehát nem erős, hanem ilyen... Nem nagyon pikáns és nagyon finom. Igen, olyan kicsit fűszeres inkább, hogy nekem nem ez az a sípős, igen, nem? Nekem ez a cucc is tetszik hozzá. Nagyon kemény, egészen ilyen a ropitól sokkal keményebb, így elpattan, mintha valami szárított dolog lenne. De most látom hangját. Nagyon finom. Ja? Kezd csípni! Ezért van hozzá a szósz. Egy picit ízetlen a pálcika, igen, de a szószal nem rossz. Ja igen, hát kell hozzá a szósz, hogy... De nagyon, okay, nagyon jó ropogós. Okay, people, folytassuk. Eiffel bonbons. Mutasd meg. Blue raspberry. Ez egy ilyen cucc. És szerintem
Franciaországból. Ja, rajta az Eiffel. Eiffel. Ja, Product of France, itt van alatta. És ezek bombonok, elvileg. Igen, nem cukorka? Hát bonbons, az a neve. Igen. Blue Raspberry Flavor Candy. Tehát mi az a raspberry, várja? Áfonya. Igen. Igen. Kemény, mint hogy valamilyen kemény cukorka. Oké, okay, és mehet? Ide el lehet harapni. Hm. Nem kemény. Uraranyú. Olyan, mint egy rágó. Au, rágó. Ráharaptam a sámra. Teljesen rágógumid. Mm. Savanykás. Ilyen mauam, állaga van. Nagyon-nagyon sűrű rágó. Savanykás cukor. Na. 2 weeks later. Nagyon jó. One thumbs up. Nekem ízlik. Fincsi. Nekem is, szerintem... Nem a gumirágókat. Szerintem ezt az ilyen... nagyon, ilyen kisgyerekek imádnák. Nagyon savanykás, olyan... Jaj, ne vedd le! A csalás. Hát csak, hogy ne lássuk a többit. Olyan, mert nem tudtam megenni. Oké. Okay. Ezt a tényleg nem szereted. Ez egy... Goop gum. Szuper, extra, savanyú rágó. Ajjaj. És... Ja, de várjál, a rágó, akkor nem kéne végére hagyni, hogy... Ah, Amerika. Pakisztán. Made in Pakisztán. Oh-oh. Toxic waste candy. Igen. Mérgező cukorka. Veszélyes hulladék cukorka. Hagyjuk ezt a végére, mert ugye ez rágó. Nem. Az csalás. Oké. Okay. Oh. Ez egy darab, tessék? Mert ez olyan gokkó, mint egy hordó azért, igen, hogy... Ajjaj, túl nagy, nagyon, ez rágógumi, ekkora nagy rágógumi, ajjaj, ne törjünk el egy ilyet, ez annyira nagy. Most már nincs visszaút. Vágjuk el egyet? Ne. Oké. Okay. Úristen, olyan illata van, mint a szélvédőmosónknak. Hát, hogy az íze is olyan lesz, mehet? Mehet. Csing. Három. Átad a számba. Coming a beton. Csak nekem volt annyi eszem, hogy elharapjam. Uh-huh. Mm. How are you? A bársa elvagyok a hagyni. Oh! Nagyon erős, de finom. A fogam savanyú tőle, annyira savanyú. Egy pont. Mert mégiscsak rágógumi. Az íze az finom volt, de nagyon-nagyon-nagyon savanyú. Én imádom ezeket. Nekem nagyon. Úristen, 10-ből 10. Haichu! Ajjaj, ez is rágó. Ez is egy, ez egy ilyen candy, ez egy ilyen cukorka lesz. Cseresznyés cukorka. Amerika! Made in Taiwan. Tehát, és ott Japán is rá van írva, tehát ez mindenhol járt a világon. A cherry az legalább jól hangzik. Az. Na és ez nem olyan mutáns. Kösek? De be van csomagolva. Most már tényleg vágjuk el, ne együk meg annyira nagy darabot, hát a rossz az íze. Ez egy édes. Ah, de jó is, úristen! Olyan illata van, mint a... Mandulás illat. Az a... Cseresznye. Csupa... Csups? Valami ilyesmi. Cseresznye van rá írva. Ja. Hát, az a... Igen. Marcipános illata volt nekem. És ez is rágógumi, úgyhogy már megint... Nem. Tényleg kicsit rágógumis. Mi van rá írva? Nem. Ez nagyon jó. Na, úgy néz ki, hogy elolvadna. Nem van írva candy. Nyomokban a szójababot tartalmazhat. Várja már kicsit, én nem tudom legyelni. Ja, bocsánat! Bocsi. Ez mi? Ez egy ilyen, az a lényeg, hogy refresher, szóval ez gondolom valami mentolos, nem, ez citromos. Ezt is rágni kell. És a közepén ilyen refreshing. Frissítő a közepén. De ez a dolog van a közepén. Fúj. Ez kérlek szépen Nagy-Britanniából jött. Nekünk. De ha nem is mentolos, akkor ez erős lesz. Wow. Nagyon bírom ezeket a brit cuccokat, annyira viccesen vannak becsomagolva. Már a kukocskálok valami. Ezt is elvágjuk? Okay. De ez ilyen töltelékes vagy? Igen. De ez rágógumi? Nem tudjuk. Nem derült ki. Kemi. Borzik. Ups. Szerintem igen. A közepe ilyen szandé. Ez el van vágva gyárilag. Ja. Ez egy hosszú rúd és... Rá volt meg. Ja, ezt így darabokból csinálják. Nagyon jó citromos illata van. Szúnyogriasztó. nem tetszik. Há? Három. Áó. Kicsit ragadós. Nem lehet megvágni annyira kemény. Nagyon ráragad a fogalmra. Műfogsorral nem javasolt. Én igazi vásra javasolnám.
rágós, de nekem ízlik. Nekem nem. Mert mint az íze nem rossz, de annyira tapadós, hogy már fáj. Akár sikerült elrágni. És jó? Uh-huh. Egyébként nem rossz. Savanykáson kívül ilyen másfél. Olyan... Fél. Gabitól. Három pont. Mennyi volt a max? Kettő tudsz adni, két ujjad van. Ez egy olyan... Na? Hát ilyen... Ez a stick. Keksz, igen. Ilyen pálcika-szerűség, ami csokiba van mártva. Ó, tájföld! Ez egy tájföldi product. Akartok ti is nyitni? Igen. A következő. Wow! Nagyon jól van. Szeretem ezeket a cuclikat. Víz dobozba egy zacskó. Ó, de jó illata van. Olyan, nagyon-nagyon finom csoki illata van. Hogy meg tud, milyen ügyes, hogy meg tud fogni, ne ragadjon rá, de csak olyan, mint egy csillagszóró csokiból. Éjjá! Tilili! Nagyon jó. Csokis keksz. Igen. Nagyon finom rajta, csak ilyen étcsoki. És olyan, olyan porzós a keksz része, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közi. Még egyet? Viszont a csoki egy kicsit olyan ismeretlen. Ez nem olyan csoki, mint a... Kicsit Lindor. A tejcsoki és az étcsoki között van szerintem, nem? Uh-huh. Nincs rájéba. Uh-huh. Tájföld! Imádunk! Marjá! A következő. Tefi. Ezek nagyon picsi, nagyon színes cukorkák. Ezt is rágni kell, Chewy Bites. Ja. Ezt láttam a Csikitemnek a videójába. Made in China. Már tudod, ezért akartam én is kinyitni egyet. De nem kérsz a oldót esetleg? Okay. Mini cukorka, de aranyos! Hogy találsz meg? A hajamban és a földön. Oké. Okay. Uh-huh. Menjél közelebb a kezeddel. Búcsúban ilyet lehet venni bármelyik. Kukorica szirup íze van. Az van benne. Kaja. Ragacsos vatag. Azt éreztem először. Nekem nem ízik. Hát nem túl jó. Hát nem. Édes ragasztó? Olyan olcsó. Ez is olyan, hogy ilyen húsvéti csomagban, meg ilyesmiben az ilyen nagyon pici gyerekek imádja. Vegyek egy ilyen... Flavor valami. Ice. Na tessék, akkor mondjuk ezt. Ez egy csokinak néz ki. De jól néz ki. Ez egy bagyos csoki. Nem lesz fókuszba. Ja, oké, nem lehet. Szóval bagyos csoki. Azt írja, hogy szintén Kanada. Milyen nagyon tehát, szuper a csomagolása, nagyon bejön. Észak-amerikai csoki. Bagoly van itt is rajta a csokin. Jaj, de cuki! Nem tudod? Rám van írva a csoki is. Oh, a wake chocolate. Ó, ezt lefotózzuk. Már pont azt akartam én is. Ja, oké. Okay. Ping. Okay. Bagyos csokoládé. Ennyi a bagoly feje. Vegyetek bagyos csokoládé. Kíváncsi vagyok, hogy mennyiben különbözik a nyugati csoki, mint a keleti. Hát a... A színe, színe után... Szerintem kihagytunk valamit. Ez szerintem kávés. Ham. Jó, kemény. Semmi kávézé nincs. Olyan, semmi csoki íze nincs. Hány? Nulla pont. Tejbevonós íze van. Kanada, importáljatok Milka csokit, jó? Hát ez olyan csalódás. Ez sokkal szebb, mint ami a finom. Csokoboly! Ezek csokis gombák. Alul keksz, fölül pedig csoki. És tök cuki a doboza. Akkor ez hasonlíthat ez a... Ehhez hasonlíthat. Ez honnan van? Korea. Korea. Az ilyen, az ő csokiaik elvileg nagyon finomak. Istenem, az ilyen kínai és japán cuccok ilyen aranyos, külön csomagban. Egyébként. Igen. Szóval hogy így a keleti, ázsiai dolgok ilyen cuccokban vannak becsomagolva, és annyira kis aranyosak. Nálunk mindig zacskóban van, nem teszik. Igen, hogy dobozban is benne van, és zacskóban is. Ez szuper lesz. Csokinak nincs olyan jó illata. Oké. Okay. Jász! Az íze viszont jó. A pálcika is nagyon jó. Igen, édes keksz. Kicsit ropogós csak, könnyen szétomlik és... Korea, Kanada 1-0. Ez nagyon jó. Ez fincsi, ez igazi kis rákcsa.
És az utolsó... Szlovákia. Onnan. Oh. Nem mondod. Ja. De azt ja, hittem, megláttad. De... Hát, a betűkből gondolom. Ja. Törökország. Igen. Hát találtad vagy? Törökország. Nem, itt volt Törökország. Okay. Törökországból van. Nekik jó. Ilyen a fűszerek miatt, meg ilyesmi nekik ilyen jó nem hiszem, ízű. Hogy fűszeres a kekszük. Ja, de nem, csak hogy ők ilyen jó ízű kajákat szoktak csinálni, nem? Hogy... nem jön le. Hát jó, te az egész kinyitó szalagot, és nem jön szét. Nem. Ja, van benne még egy papír is. Ez ilyen nutellás háztartási keksznek tűnik. Hát a keksznek, már is más illata van a keksznek. Tényleg. Oh. Olyan, nekem egy kicsit egyszerű. Nagyon ízetlen a keksz. Az illata sokkal jobb a keksznek, mint az íze. De kicsit sótlan, meg cukratlan lenne. Kávéba mártokatva talán. Ja, az lehet. Az olyan... keksz, amit kint felejtettél a konyhaasztalon, és megpuhult. Nem annyira. Nekem sem. Akkor ennyi. Mondhatom? Kiürült. Szóval üres a doboz. Véleményezünk kinek, mi volt a kedvence? Pácsika. Nekem is. Pácsika, és ez is nagyon jó volt, ez a bombon. Ez csalás. Egyébként nagyon fincsi. Kinek a kekszak. És annak ellenére, hogy én nem szeretem csak a sós chipset, ez jó. Tényleg. Kicsit paradicsomos íze van, és jó. Együnk meg egy pácsikát, egy ketchupos chipset. Ne. Jó. Jó. Tényleg jó. Ez a pálcika, ez egyértelműen mindenki savanykás. Kedvence. És amúgy nekem még ez a szuper savanyú rágó is tetszett. Tényleg, az is jó volt. És ezek a kis gombák. Ez nekem nem igazán. Nem? Nem annyira, mint a... Ez neked nagyon nem volt, de nekem ez tetszett, ez is olyan... Ez olyan nagyon nehéz elrágni. Igen, de olyan intenzív savanyú ez is. Legrosszabb? Igen, én is ezt akartam kérdezni. A csoki? Oh. A kanadai csoki szerintem az nekem, rosszabb volt. Volt ez a citromos, ez a Refreshers, ami rettenetül ragadt, és nem és végül is ezt mind a hárman rosszak ítéltük. Illetve hát a nekem is. Nekem tetszett. Igen, nekem tetszett. Ja, szerintem ez volt a legrosszabb. Objektív, ez a legrosszabb. Igen, az is rossz volt. A kanadai csoki volt a leg... hát, hogy is. Kanadaibb? Érdekes. Nem csoki igazából. De egyébként én simán el tudom képzelni, hogy az ottani embereknek ez a nagyon finom. Szóval, hogy ők ahhoz vannak szokva, hogy ezek az ilyen csokik. Nem tudom, hogy ez nem csak egy véletlenül valami olcsóbb darab. Amúgy simán lehet, hogy ez ott nem is népszerű. Csak egy ilyen kis szelet, igen. De olyan jó a csomagolása. Energia szelet talán, mert koffein van benne. Akkor lehet, hogy azt azért írja, van hogy ilyen furcsa íze. Egy ilyen igen. Szelet egyenlő egy ilyen csésze kávéval. Kanada 0. Mínusz 1 a csokira, plusz 1 a chipsre. Kanadai chips, mexikói chipös szósza. Én is kérek. Jó, ne kérje. Ketchupos az nem finom. Ez a cucc, ez marha jó. Nekem ez nagyon tetszett. Nagyon sok íze van a chipsnek, és a szósszal túl sok. Hú, így chipős, mondtam. Hát kicsit többet teszel rá akkor, mert... Hú. Chili szósz kanadai csokival. Csillik csoki. Jaj, ne. Ennyi lett volna ez a munchpack doboz. Én marhára élveztem. Nagyon jó volt. És tényleg. Tök jó volt megnézni, hogy különböző országokból milyen édességek és sós cuccok a népszerűek. Hogyha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek még ilyet, akkor kommentbe írjátok meg, mert szerintem nagyon szívesen csinálunk. Aha. És tök jó buli volt az egész, amikor Jani írt nekem, hogy Gabi, jött egy dobozod, és így néztem, hogy ú, ez a kajás, és nagyon örültem neki. És alig vártam, és most megcsináltuk. És egyébként akartam mondani, hogy a hajam azért ilyen borzasztó, mert hogy nemrég értem haza az úszásból, és így fésű hiányában megszárítottam, úgyhogy ezt így ne nézzétek nagyon. Hogyha tetszett, akkor nyomjátok egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!